Sajátos ritmusban játssza eddigi meccseit a bajnokságban a nyíregyházi kosársuli. 6 hét felkészülést követően 2 nap alatt 2-szer is pályára lépett az NK, és majd következett 2 hét szünet. Újabb meccs, majd újabb 2 hetes szünet, ami a szombati miskolci meccsel zárul. Persze ez az időszak sem a pihenésről szól, Farkasinszky Gyuláné igyekszik a lehető legjobban felkészíteni tanítványait az előttük álló, minden szempontból nehéznek ígérkező összecsapásra. Egy kis keményebb erősítés ugye azért ebben az időszakban belefér, de nagyon sokat nem lehet, mert ugye az utánpótlás az minden hétvégén játssza a mérkőzéseit, tehát innentől kezdve azokon a napokon, amikor nem együtt edzenek, akkor fél bele az egy kicsikét a nagyokkal keményebben már, amikor ugye lehet, mert azért itt ez a munkahely, iskola és minden más egyéb betegségek, szalagavatók, stb. Azért maximális behatárolja azt, mikor és kivel hogy fogunk tudni edzeni. Ettől függetlenül készülünk a Diósgyőr ellen, nem lesz egy egyszerű mérkőzés, főleg azért nem, mert ugye ugyanígy idegenben van, és idegenben a Diósgyőr mindig is erős volt. Főleg úgy, hogy utánunk azért ott lesz az ÁS mérkőzés, amire már a szurkolók is ugye hamarabb kijönnek. Az ottani közegben azért kosárlabdázni nagyon nehéz. A csapat legrutinosabb játékosa, Farkasinszky Orsolya is nehéz mérkőzése számít, az Európa Kupában is érdekel DVTK 23-as csapata ellen. Hiába fiatal csapatok vannak, illetve nagyon sok helyen történt ugye a fiatalitás, tehát függetlenül nagyon kemény és nagyon nehéz a mezőny. Ugye fent a Vasasnál játszottak most hétvégén, nagyon sokáig kiki meccs volt, aztán a végén végül is a Vasas javára dölt el. Attól is úgy nyilván, hogy kit fognak játszatni, illetve kit nem. De hát azért ők mégis csak egy ácsapattal edzenek, tehát ők tanulnak esetleg mellette, de nem heti 5 edzéssel mennek, mint mi. Tehát nekik azért a kosárlabda valamilyen szinten az elsődleges. Ettől függetlenül természetes, hogy nyernünk kell, nyerni szeretnénk, úgyhogy reméljük, hogy ez így is fog történni. A forduló további párosítása a következő, Vasas Akadémia MTK Budapest, Közszolgálati Egyetem Kecskemét, Kislenkekosár Suli Szeged és Debrecen Mafc.